hiteles. Meggyőző volt. Karizmatikus. Sok sikert. És az utolsó reményünk. Bízunk és reménykedünk. Végre valami új. Bízok, hiszek. Remélem, hogy egy új reményt ad nekünk ez. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm. Nem szeretem ezt a szót, hogy messiás várás. A reményt azt érzem és a bizakodást az emberekben. Én egy kicsit szkeptikus vagyok. Pár hónappal ezelőttig a kegyelmi ügy kirabbanásáig nem sokan hallottak Magyar Péterről. Most, a március 15-i megmozdulások közül azonban az övé az egyik rendezvény, amit a legjobban vártak. A jelek arra mutatnak, hogy Magyar ezen a színpadon, itt a hátam mögött be fogja jelenteni új pártja indulását. Az érkezőktől pedig azt fogjuk megkérdezni, hogy mit várnak tőle. Mit várok? Amit mindenki, hogy bejelent valami pozitív dolgot, amiben reménykedhetünk. Hát, hogy megváltoztatni jelenlegi rendszert, ezt a mocskos apátiát, amiben zűlött az ország. Érdekel, hogy egy jobboldali alternatíva az miről szólhat a Fideszhez képest. Én egy kicsit szkeptikus vagyok. Miért? Nem tudom. Azért én még kivárok ezzel, hogy ő milyen irányba megy el. Hiszek abban, hogy bármennyire is leépítette a Fidesz a demokrácia és a jogállamiság fontos alappilléreit, és bebetonozta a kétharmados szavazásokon a saját funkcionális kádereit, hiába költ évente 100 milliárdokat propagandára. Mindezek ellenére, higgyétek el, választáson legyőzhető. Ellenzéki szavazó volt az elmúlt 14 évben? Csak az voltam, igen. Ellenzéki szavazó voltam? Igen, mindig. És ellenzéki szavazóként az, hogy itt egy két hónapja még a Fidesz világában élő ember fog beszélni hozzátok, erről mi a véleményed? Igen, ez kicsit furcsa. Nehéz. Igen, így. Kicsit így ambivalens ez az egész. Ez nem zavar. A jövőkép az az érdekes, amit fölvázol. A harmadik oldal egy közepes erőt, ez számomra fontos lehet. Ez nem aggasztja önöket, hogy korábban ő is annak a rendszernek a része volt, amit most kritizál? Most aggaszt vagy nem aggaszt, valamit kell csinálni, ez az egy biztos. Én megértem, hogy sok ezzel kapcsolatban a kételkedő, és jogosak is ezek a kételyek. A tettei fogják eldönteni szerintem. A gyerek is elesik és felkel, és megy tovább, és ahogy az embereknek is kell tanulni bizonyos elkövetett hibákból, én azt gondolom, hogy ez rengeteg mindent látott. Én nagyon reménykedem abban, hogy nem az van, amit mások gondolnak, mint sértett ember, aki kiugrott a Fideszből. Én azt gondolom, hogy ember, aki látta, hogy mi történik ott. Ezért számomra hiteles, és nagyon szeretném, ha így is maradna. Az, hogy ahogy mondták, hogy ő focista feleség volt, és így került a NER-be, onnan nagyon könnyen ki is lehet jönni. És ő kijött, mert nem szimpatizált az egésszel. Mindenkinek az életében van egy evolúciója. Biológiai evolúciója és gondolkodás evolúciója is. Csak a legjobbak tudnak megtérni. Én azt hiszem, hogy ő tényleg egy nagyon kényelmes életet dobott oda, és nem azért, hogy most egy más kormány van, hanem szolgál. Egyrészt ad hitelességet, másrészt biztos van mögötte egy Fidesz belül erő. Hitelességet? Igen. Miért? Azért, mert hogy kvázi a bőrőt visszavására abból a körből, de szerintem van egy Fidesz körüli erő van mögötte biztos, mert ez a rendezvény nem lehet megcsinálni pár 10 millió forintból, tehát valami erő van mögötte. Rogán Antal fizette, vagy kicsoda? Szerintem nem. Akkor ki? Nem, hagyd ne tippeljek. Létrehozzuk azt a középen álló politikai erőt, amely leszámol az utóbbi évtizedek mesterségesen fenntartott szekértábor logikájával. Létrehozzuk azt az erőt, amelyhez csatlakozhat minden jó szándékú magyar ember, aki a hazájáért kíván dolgozni. Szuper volt! Igen, és mit gondolnak arra, hogy pártot alapít Magyar Péter? Még jobb, jó. Igen. Szavaznának rá? Igen. Nem, ez még korán van, de megfontolnám mindenképpen, igen. Mindenképpen. Nem tudom még. Majd még a programját szeretném látni. Ez tényleg engem egyrészt az 56-os napjaimra emlékeztet, akkor 15 éves voltam, és a 89-es év annyi eseményére. Mert én eddig nem láttam, hogy valaki, aki, hát hogy is mondjam, aki szembe ment volna a kormánnyal, az igazán karizmatikus és erős kiállású lenne, úgyhogy én nekem ez nagyon tetszik. Mindenki, aki az elmúlt 30 évet végigélte, jó magam is, erre a középerőre várt, én azt gondolom, ami visszaadja a magyarságunkat és megszünteti a ketté osztottságot. És mit gondoltál, hogy pártot alapít Magyar Péter? Nagyon örülök neki, lehet, hogy be is lépek.
Soha nem voltam még pártnak, semmikor. És akkor most már a közösség tagjának érzi magát? Igen. A szívemben igen. Óriási munka előtt állunk a következő hónapokban, hogy egy ütőképes, de egyben ütésálló politikai erőt létre tudjunk hozni, amely képes elnyerni a magyar emberek bizalmát, és képes visszaadni a valódi reményt a honfitársainknak. Minden jót, köszönöm, hogy eljöttetek. Mi köszönjük. Köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen. Köszönöm, vigyázzanak magukra. Maga is vigyázzon magára, Péter! Reményről beszéltek itt, ennek a felelősségét, ennek a bizonyos messiásvárásnak a felelősségét érzi? Nem szeretem ezt a szót, hogy messiásvárás. A reményt, azt érzem és a bizakodást az emberekben. De ez a sok érzelem, ami most körülvett, ez szinte feldolgozhatatlan. Én nyilván igyekszem majd a munkával meghálni a bizalmat és a belém vetett bizalmat, de nem szeretnék messiás várásról beszélni, hiszen nem erre van szükség. Egy normális európai Magyarországra van szükség, olyan vezetőkre van szükség, akik meghallgatják az embereket és próbálják a néppel közösen irányítani az országon. Óriási volt ez a rendezvény, milyen forrásokból jött ez létre? Részben én fizettem a költségeket, részben pro bono felajánlásokból, és hát volt körülbelül 100 önkéntesünk, akik szintén segítettek, így jött körülbelül ki a költségvetés. Nem tudom, mit jelent az, hogy óriási egyébként. Én is ezt szeretném közül, hogy nagyjából lehet tudni, hogy mennyibe kerül. Hát én szerintem ilyen nincs még összesítés, de szerintem összességében 20 millió forintba került volna, de egy része ennek mondom pro bono felajánlás. Nekem egy pár millió forintom van benne. És egy utolsó kérdés, így programpontot hirdetett meg arról, hogy mi lesz egy kormányváltás után. Hogyha egy kormányváltásra, vagy egy olyan helyzet állna elő, ahol ön lenne a mérleg nyelve, akkor összefogná a Fidesz-szel, lenne a Fidesz koalíció. Hát ez egy nagyon távlatos kérdés, nem vagyunk ott. Távlatos programokat hirdetett meg. Így van. Én azt gondolom, hogy először nézzük meg, mi a választás eredménye, és hát letettem egy pont 12 pontból álló nemzeti minimumot, illetve már korábban pont önöknél beszéltem arról, hogy mik az elvárásaink egy esetleges koalíciós partnertől, és nyilván azokkal tudunk együttműködni egy új kormány felállításában, akik ezeket el tudja képzelni a saját kormányprogramjában. Orbán Viktorral is? Igen. Orbán Viktorral nem, mivel az is a programban benne volt, hogy két ciklusig lehet miniszterelnök valaki, tehát ő már azt hiszem ezen túl van. De a Fidesz más politikusával, igen. Ne beszéljünk ilyen hitat. Még párt sincs, még párt bejelentés sem történt. Ezek teljesen hipotetikus kérdések. Nem, még nem. Sajtó nem megy be. Sajtó nem megy be. Még nem megy be.